Jézus gyermekségének története volt a fő témája az Andrássyban zajló hittanversenynek, melyen az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő általános iskolák diákjai vettek részt. Közel az advent, közel a karácsony, a témának komoly az aktualitása, továbbá az előző években egyháztörténeti jellegű versenyeket hívtunk létre, és ilyen témákat is dolgoztunk föl. Most szerettük volna, hogy a történelmet és a Szentírás kicsit összéphozni, hogy jobban kidomborítsuk a hittanos jelleget. A versenyen a diákoknak többek között az otthon olvasott anyag bemutatásával, képkirakóval és feladatlapokkal kellett megbirkózniuk. Ignác Borbála, a Káli Gárdonyi Géza a Katolikus Általános Iskola tanulója úgy fogalmazott, sok új ismeretet szerzett a feldolgozott anyagból. Nagyon sokat megtudtam ilyen új dolgokat Jézusról, hogy Lukács és Máténak az evangéliumából is sokat tudtam új dolgokat meg. Buda Péter atya, az iskola lelkésze kiemelte, a versenynek az együttlét, a kapcsolatszerzés is fontos üzenete. Leginkább azt szeretnénk, hogyha az Egri Főegyházmegye iskolái tudnának egymásról, hiszen az Egri Egyházmegye nagyon nagy kiterjedésű, és ezért nagyon fontosnak érezzük azt, hogy egészen északról, Sátoralja újhelytől, le délre, Jászalsó Szentgyörgyig tudják az iskolák és a diákok, hogy mindenfelé vannak olyan kislurkók, akik szintén katolikus iskolába járnak, akik hittant tanulnak. A versenyen három fős csapatokban 18 intézmény, több mint 50 diákja vett részt.